Most megállt a stream, igaz? De most megy. Mert itt most konkrétan eldobta az egészet, de visszament automatikusan. Szóval elvileg nem maradtatok is sok mindenből. Nem, az én internetem egy nagy kalapszar, vagy népességnek az elégedetlenségéből származnak. Két fokmérője van, az egyik a támogatás. Jó, ez jó lesz ide. Mert akkor nem örülünk. Van egy másik megoldás is, és erre bármikor lehetőség van, ez ismerős lehet az EU4-ből például, bármikor mondhatjuk azt, hogy ezek a területek mostantól legyenek a vazallusaim, és akkor ez nagyjából így lenyugtatja őket egy bizonyos időre. Ja, nem jó, hogy ott állítottam, amúgy. Ja, vissza minden. És ti vagytok itt ilyen mondjuk 25-ön, ti meg vagytok itt 31-en. A tagjai kitalálják, hogy ők mostantól Missouriban szeretnének élni, és ottban elnyomott, diszkriminált lengyel népesség a környező területeken mond... Oké, ez jó így. Arrafelé nem diginet van? Nem. Vodafone. Amivel nem volt bajom egészen az utóbbi időig, de most szerintem haldoklik a modem. De mindjárt végzünk. Bear with me, guys. Szóval... És itt van egy ilyen trükk, hogy itt szépen felerősítem a hangot. És az outroban ez a hang megy, nem pedig az sima outro hang. Ezt néha megcsinálom, mert szerintem vicces és hangulatos. És akkor ez így néz ki. Oké. Még egy dolog van, az elején nincs megcsinálva, úgyhogy Deep to Black az elejére mind a kettő képre. És most hívjuk segítségül barátunkat. A After Effects bácsit, juhú! Ugye kétfajta intro animáció van, és az a Victoria videóknál mindig csak az egyiket szoktam használni, az első fajtát, mert az illik hozzá. Igazából nem nagy megfejtés, az illik hozzá egyedül, és azt szépen be tudom rakni a vállam mellé ide, hogy lejön szépen a felirat, és akkor mondja, hogy bögre, és közben én még elkezdem a magyarázatot is. És aztán azt hiszem, kész vagyunk mindennel. Aztán nem felejtem el semmit, kéve talán a tambot. Még a tambot is meg fogom csinálni. De az már tényleg nem bonyolult. Nem nézzük végig, sosem nézem végig, ezért marad benne állandóan hiba, de én nem fogom végignézni. Majd végignézitek az eredményét holnap. Open recens, intro, kezdő. És akkor ezt egy az egyben át lehet húzni ide. Oh, motoz a macska. Hát akkor neked nem is lenne ilyen sok videó, de jobbak is lennének, GK. Az biztos. Közben megköszönjük a segítséget mindenkinek, akire már nincsen szükség. Mehettek haza. Most egyszer... Ah, meg is van. Behúzta. Jó, ez akkor... Ez már nagyon minimális feladat van. És csak ide be kell hozni. Ez mindig akkor kezdődik, mikor a Deep to Black befejeződött, és már csak be kell állítani, hogy hol álljon ő. Tehát mondjuk ide, és... Most lehet középen, itt szoktam lenni, itt szokott lenni, de lehet középen. Ez itt tök hangulatos. Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok. Na, és ma hát ez mi jó már. Development Diary-t is fel fogunk dolgozni. Mondanám, hogyha be akarnak titeket csapni. A valóság ezzel szemben az, hogy 4 Dev Diary-ről lesz szó, de igazából ebből mindössze kettőt fogunk normálisan kielemezni. És akkor kezdjük azzal, hogy mik azok, amiket nem. A 40-es és a 40...
Ja, ott van fent a macska, jó, ott nem csinál semmi bajt. Ott nem csinál bajt. Megnyitom a támbot, aztán visszakapjátok a képet. Na, mi legyen a címe ennek? Mármint az elég egyértelmű. Ami itt van, az lázadások. Forradal, Matrix forradalmak, vagy ilyesmi. A thumb az általában deskriptív szokott lenni, a cím pedig kattintékony. Ez a munkafelosztás közöttük. Szóval... Ez tényleg így van? Igen, akkor lázadás és forradalom. Nem. Legyen az, hogy forradalmak kora. Ez is hosszú picit. Jó, és ugye látjátok, hogy kilóg, azért, mert ez a layer, ez pici. De ezt meg lehet nagyítani viszonylag gond nélkül, anélkül, hogy észrevenné valaki, hogy ilyen turpisság történt itt. Így. És akkor kész is van ez is. Ezt is kiexportálom. Forradalmak kora, és akkor majd kitalálok valami jó címet neki, ami meg maga a videónak lesz a címe. Nincs vertikálisan középen. Hát pedig középen van. Onnan tudom, mert megjelent egy segédvonal, ami jelezte, hogy középen van, de miért mutatom? Ja, úgy nincs középen. Az horizontális. Nem, vertikális, igazad van. Szóval nincs középen így. Hát nem is lesz egyébként. Így. Jó, ez 40, 43. Jó. Na, és azt mondtam, hogy ugye fél 9-re szeretnék végezni, fél 9 múlt 10 perccel, még igazából, hát most már egyébként el kéne kezdenem az exportálást, de hogyha exportál, akkor az összes CPU és az összes GPU erőt felhasználja, ami létezik az univerzumban, úgyhogy valami olyan képen akarom megállítani, ami esetleg nem egy teljes idiótaság. Szóval most van az, hogy most már elkezdhetem összepakolni a cuccomat. Úgyhogy igazából végeztünk itt. Srácok, így készül egy Victoria 3 Development Diary videó, miközben még azért az egész folyamatnak fontos része az elpakolás, úgyhogy még ezt is végig kell itt néznetek. Kötelező. De hogy a kreatív részén túl vagyunk, és annyira amúgy kreatívnak ezt se nevezném feltétlenül, nagyon minimális kreativitás van benne. Persze ez is folyamatosan változik olyan értelemben, hogy amikor a CK3 volt, akkor például ugye voltak title cardok is be voltak rakva ezekbe, de aztán arra gondoltam, hogy rengeteg munka van bele, és igazából csak lelassítja a videónak a folyását, úgyhogy egyszerűen csak amikor a Victoria 3 eljövetelével újra gondoltam az egész sorozatot, akkor arra jutottam, hogy mi lenne, hogy ezt elengedném. Senkinek nem fog hiányozni, és guess what? Senkinek nem is hiányzik. Nem kérdezte meg tőlem aztán soha senki, hogy hát te Balázs, hát hova tűntek azok a szép title cardok a zenékkel együtt? Hát azok annyira jók voltak. Srác, kap már a fejedhez. Hát senki nem néz, mert nem csinálsz olyanokat. Úgyhogy... It is what it is.
Jó, van, akkor van kége, köszönöm. Nem azért mond, nem panaszképpen mondtam. Mi van, cicafej? Végeztünk, képzeld. Mit szólsz hozzá? És akár hiszitek, akár nem, ez a 4 órás videó, amit most összeraktunk, ez másfél órát, nem másfél órát, ilyen 1 óra 5 percet fog kb. Renderelni. Hogy miért, azt nem tudom feltétlenül, mert a többi videó az olyan sebességgel renderel, hogy hogy egy fél órás let's play nagyjából 19-20 perc alatt kirenderel. Itt valószínűleg az, hogy minden egyes frame-re alkalmazni kell azt a sok egyedi megoldást, ami van, az valószínűleg nem kompatibilis túlságosan dolgokkal, és ezért horog sokáig tart. Konkrétan az 1 órás podcastok nem szoktak ennyi ideig renderelni, mint az a szar, de értitek, 2 órát egyszer kell megcsinálni, szóval ki lehet bírni. És akkor mikor kezdtük? 6-kor? 4:45? 4:45? Fél 9, hát ilyen 4:45, 2 és fél óra. Hát, hogy megjövendöltem. Nyilván nem, picit gyorsan, amikor nem kell magyaráznom közben, vagy nem is kell, tehát nem magyarázok közben, de nem jelentősen. Mert akkor még más van ilyen a figyelmem. Jó, ez megvan. Ti jöttök vissza a helyetekre, ide. Oké, okay. Szuper. És hogyha visszaadok mindent állítani az eredeti állapotába, akkor ugye még az asztalt is le kell vinnem. De ez néha fennmarad, de most lemegy. Olyan vagy, mint a content póza a CK3-ban. Ja. Na, néha ilyet csinál, képzeljétek el, hogy lekapcsoltam most a... vagy elkezdtem letekerni a az asztalt, és valamiért a lámpák lekapcsoltak. Profi. Oké, most valahol beakadt. Azt hiszem, szokott. Szia, cica! Valami még nem kóser. Nagy kóser minden? Jó, minden kóser. Fények vissza. Csak hogy mindent visszaállítsunk olyanra, amilyen volt. Itt van a macska. Ugye őt is látjátok. Itt. Ez egy macska. De milyen macska már ez a macska? Hát szia. Szia, kis cica. Bocsi, cica fej. És ezzel visszaértünk az elhelyéhez, a streamnek. Minden vissza van pakolva, minden el van helyezve.
Még amit nem láttatok, az az, hogy kirendelem a videót, feltöltöm és metaadatokkal látom el, hogy reggel élvezhessétek 9 órától ezt a contentet, ami most itt elkészült. Úgyhogy megnézitek, akkor gondoljatok arra, hogy ezt együtt csináltuk. Vagyis én csináltam, ti megnéztétek. És hogyha hiba van benne, akkor azért van, mert ti nem szóltatok, hogy hiba van benne. Srácok, nem tudom, hogy mit gondoltok. Páran írtátok, hogy ez tetszett. Nem tudom, hogy összességében mi a konszenzus majd ezzel a videóval kapcsolatban, vagyis ezzel a content típussal kapcsolatban. Remélem, hogy összességében érdekesnek találtátok, és nem azt állítom, hogy lesz jövőben sok ilyen, de hogyha itt tetszett, akkor el tudok képzelni a jövőben hasonló videó, vagy hasonló streameket, amikor úgyis vágni kell, vagy valami hasonlót kell csinálni, és akkor így megcsináljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, én velem, ti, és ugye találkozunk holnap. Ja, Gábor, igen, az tök jó ötlet. Szóval találkozunk holnap, mert folytatjuk a Royal Court Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot, ahol szorít az idő, úgyhogy most már nem babra megy a játék, be kell fejezni 5 hét alatt ezt a Let's Play-t, ami most éppen fut, és nagyon sok munka van még előttem. Úgyhogy még lehet, hogy túl is megyünk rajta egyébként az 5 heten, de meg kéne próbálni, hogy nem megyünk túl rajta, mert akkor meg már jön az új DLC. Szóval ez meg más szempontból problémás. Köszi Azdelár, köszi Gyurci, GK, köszi a visszajelzést. Jau. Ó. Oh. Elnézést. Kész vagyok. Legyetek jók, találkozunk holnap este, és sziasztok!